Építkezéseknél használatos hajlított vasbetonacélt gyártó üzemet és tervezőirodát avattak Szabadkán a Palicsi úton. A 35 éve sikeresen működő magyarországi Aktív Kft. Itteni befektetése a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség támogatásával jött létre, mondta a megnyitón Hévízi János, a cég ügyvezető igazgatója. Magyar Levente szerint a magyar kormány most már szinte Szerbia egész területére kiterjeszti gazdaságfejlesztési programját. Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettesének vendéglátója dr. Pászor Bálint a VMS elnöke volt. A Prosperitáti Alapítvány falusi házvásárlási és a vállalkozók számára kiírt pályázat nyerteseivel írtak alá szerződést csütörtök délelőtt Magyar Kanizsán. Összesen 385 pályázóval kötötték meg a szerződést, több mint 4,7 millió euró értékben. A Vajdasági Birkózó Akadémián írta alá a szerződéseket az a 152 magánszemély és 233 vállalkozó, akik pozitív elbírálásban részesültek a tavaly novemberben közzétett pályázati kiírások valamelyikében. Egyszeri támogatásban részesülnek azok a topolyai középiskolába induló diákok, akik a község területén rendelkeznek lakcímmel. Erről határozott egyebek mellett a topolyai községi képviselőtestület. Nemrégiben emelték az egyetemisták ösztöndíját, és az általános iskola első osztályába induló kis egyszeri juttatást kapnak. A középiskolások úti költségét is támogatják. Az új határozattal még nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani az oktatásra, mondta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. Botrányba fulladt a Dubonában és Mála Orásiéban történt gyilkosságok gyanúsítottjának pere. Szmederevóban a tárgyalóterem bevezették Uros Blázsityot, aki a 2023-as álmokfutása során 9 fiatalt megölt és 12 személyt megsebesített. Amikor a rendőrök bevezették és a gyanúsítottat megpillantották, az áldozatok szülei, elszabadult a pokol. A családtagok rátámadtak Uros Blázsitra, majd egy tucat rendőrrel körülvéve elhagyta a tárgyalótermet.